Magyarországon közel 5000 hektáron termelnek dinnyét, és a termőterület túlnyomó része két megyére koncentrálódik. Békés megyében 1910 hektáron, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében pedig 1760 hektáron foglalkoznak dinnyetermesztéssel a gazdák. Az elmúlt évtizedekben úgy alakult, hogy előbb a békési, majd utána a szabolcsi dinnye kerül a piacra. Az időjárás eddig kegyes volt a termelőkhöz, a viharok nem tettek károkat az ültetvényekben. Hál' Istennek a elvonuló viharok több helyen okoztak jeget, de kis mennyiségben, és erre mondom, hogy hál' Istennek a dinnye még olyan állapotban, hogy abba kárt nem tudtak okozni, ugyanis a megyében inkább a helyre vetett dinnye van fölényben, és ezeket később vetik el, felkészülve arra, hogy a piaci lehetőségek is Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében úgy alakultak ki, hogy az ország többi részein, tájegységein már, mikor lemenvonulnak a dinnyék, azok a kereskedők költöznek át ide, és ez a szezon végét jelentik, úgyhogy nekünk körülbelül augusztus 20-a körül van a csúcs. Nyilván a július 15-e után itt is megjelennek már, mert azért felszaporodóban vannak ezek a fóliás dinnyék, öntözött területekről ezek korábban vannak, de a csúcs itt nálunk azért az augusztusi hónap. Az elnök szerint az elmúlt évhez képest a termelők jobb árat kapnak majd a kereskedőktől a dinnyéért. A tavalyi év az egy könnyen felejthető közé sorolható, 8-12 forint volt a kilónkénti ára, amikor már Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is elkezdett érni a dinnye. Most a kilátások egy kicsit szebbek, úgy tűnik, hogy keveset vetettek országos szinten is, és ebből Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében vetettek 10%-kal kevesebbet, ez azt jelenteti, hogy nem lesz olyan túl kínálat. A szabolcsi dinnye az árusok pultja mellett külföldre is eljut. A kereskedők elsősorban Lengyelországba, Szlovákiába és Romániába szállítják a zöldhéjú, piros belsejű gyümölcsöt.